Sziasztok, én Csabesz vagyok, és beígértem egy napi vlogot, ami, hát nem tudom, hogy ma teljesen kész lesz-e, mert most nagy a készülődés nálunk, ugye karácsony van meg minden. Selfie-bottal veszem fel, szóval lehet, hogy kicsit fura lesz a kép, de meg a egész stabilizáció, ott a állvány, szóval majd ha díszítjük a karácsonyfát, az biztos, hogy benne lesz, és az biztos, hogy felveszem. Erős idegzetűeknek való ez a videó, mivel ami olyan család vagyunk, akik szeretnek ezeket műveknek. Szóval, ja, tartsatok velem! Bent vagyunk, éppen nővérem. Meg a kicsi sintázik. Az a kicsi. Ja, meg a kicsi. Meg itt a fa. Ott meg a másik nővére. Ez lesz egy kicsi, jó? Meg ezt Orsi szállnak ki, azt nem szeretem. Miért nem lehet csilla? Itt egy csilla. Mert direkt azért vettem. Mi? Mert nem olyan szép, mert csúcsos. Hát másra szoktak használni, nem csúnyi. Sziasztok! Már túl vagyunk az ajándékozásom. Vagy mi? Már testvérek mennek el, mert ők mennek a barátjának az anyukájához is. Most bocsi, csak így összedobom ezt a második részt, mert a karácsony feldíszítést azt nem bírtam, mert azt nem egybe csináltuk meg, hanem így, mikor volt rá időnk, akkor csinálgattunk belőle. Vagy ugye ráraktuk a díszeket, nem is, szóval ez nem lett volna úgy nagyon összetett, meg a vacsorát, meg mindent, mindegy, akkor ez most nem ilyen napi vlog lesz, hanem csak ilyen napi vlog valami, nem tudom, mindegy. Be fogom mutatni, hogy miket kaptam, úgy nagyjából, mert már kibontottam amúgy, már valamiket ki is próbáltam. Na szóval, kezdjük ezzel, ezt már meg is csináltam. Ez egy, nem tudom mennyire látszik, mert első kamerával, és hát látom, hogy mennyire látszik, csak fordítva fogjátok látni. Szóval, hogy nem 20, 92, mindegy, 18-ról a 29-ról. Szóval ezzel már beállítottam, hogy mi hogy van, ebben már csak SD kártyákat. Szóval kaptam egy okos órát. De dolgozatoknál tökéletes lesz. Majd. Egyébként bocsánat az öltözékemé, csak már átöltöztem pizsamába, már nem pizsama, de ja, ilyen itthoni ruha, meg a haját is mostam, és nem fénysülködtem, meg semmi, nem így. Ezt gondolom már láthattátok, pár videósnál, és sokan rendeltek, én ezt fogalmítól kaptam. Biztos ismerünk, na jó, nem lehet hátsó kamerával, mindig. Fordítva van az írás, megint. Ízé. Önkeverő bögre. Ugye ez a fedele. És nem tudom mennyire látjátok, de benne van ilyen propellerszerűség. Egyébként halk amúgy nem annyira ízé, mondjuk ezt ki kellett volna csepegtetni, mert ma amúgy ebből ittam, és úgy mostam el. És az a propellerrel, na most látni, és az ott forog benne, és úgy lehet csinálni kakor minden. Egy hátránya van, hogy ezt nem lehet berakni mikróba, mert ugye láthatjátok a borítását, hogy ez ilyen olyan cucló, amit nem lehet a... Mondjátok már, nem lehet berakni, mert felrobba. Ezt már csináltam. Kettő mikró tönkre is tettem. Ami nagyon jó lesz majd videózáshoz. Van több alkatrész, egyet össze is raktam. Ez ilyen
GoPro-szerűség, ilyen HD kamera. Ilyen. Annyi, hogy ezt nem rendeltük, hanem fel Pesten vettük. Ja, egyébként nagyjából tudtam, hogy miket kapok, mert ugye nem vagyok olyan kicsi. Voltak meglepetések, amiket úgy, hú, de jó, hogy kaptam, szóval azért vártam. Holnap viszont fogok még ilyenből felvenni, ilyen stílusúból, hogy miket kaptam, vagy ilyesmi. Szóval, ja, ez ilyen HD kamera. Bekapcsoltam? Nem, mert le van merülve, mindegy. Pesten vettük, mert ugye mondom, hogy valamelyiket már tudtam, hogy mit kapok. Körülbelül. Szóval, ja, ennek van több része, úgy kell összerakni. Szóval ez így néz ki. Egy hibája van. Amit egyébként láthatok most, hogy engem akarom, mindegy. Hogy mikor bekapcsolom, akkor ilyen kis izéket ad be, ilyen csíkokat, de ez visszanézésnél is majd nektek se jelen meg problémát, szóval, ja. Szóval ennek van ilyen több rész és ilyen kapocsszerűség, meg plusz sajtó, ha az egyiket tönkre basznám. Kicsit közelebb húzom a kamerát, ha nem probléma. Ez a, mondjad már, okos órának a töltője. Ja. Ugye mondtam, hogy a kamerának van több része, ezt raktam már össze. Ez ilyen kurva erős ragasztó tapasz vagy mi. Ezt nem tudom mire lehet, majd kiderítem. Ilyen tapasz. Meg ilyen rá lehet rakni a kamerának a cucmóján. De ezzel szerintem csak akciókat fogok felvenni, több biciklizés, stb. Stb. Meg a nyaralós videókat, mikor úszok, vagy stb. Stb. Mondom, van több része is. Többi, ja, meg ezt mutatom be, mert ez, ami még olyan lényeges, a biciklinek a kormányára lehet meg ilyen helyekre felrakni. Egyébként kérdés lehet feltenni azt, hogy de ezt hogy rakom fel, mikor a bicikli így van, és a kamera akkor balra nézze. Külön fej van hozzá, szóval ez több alkatrészből, amit így, ezt így felrakom, és azt úgy el lehet erre fordítani, és akkor úgy fajnul néz. Ja, a önkeverőből az ilyenbe volt. Ilyen fenyában. A kamera az egy ilyenbe volt, ilyen dobozba. Vannak különfajta színekbe. És itt valami milyenekhez lehet használni. Szóval van ott a háztartási, a úszás, mi az? Hajó, úszás, bicikli, meg autó. Ja. Ja, meg kaptam ezt. Ezt majd biztos, hogy láthatjátok időben, mert akkor fogom felkapcsolni majd szerintem, meg amúgy is, hogy ez ilyen LED csík. Biztos láttátok. Ezt így lesz felhúzva, és ha videózok, az be lesz kapcsolva, és ez nagyon menő. Nem tudom, hány fajta színen világít. Mindjárt megnézem. Hát, ja, nincs ráírva. Dobozát meg ennek már nem dobtam ki. Ja, meg ennek is vannak ilyen távirányító, meg ilyen bekötő. Ezt majd későbbi videóban megmutatom. Na hát úgy, ez kb. Ennyi is lett volna. Így, ez kb. Ennyi is lett volna. Ja. Holnap még mondom, összecsapok egy ilyet, mert akkor még mamához, rokonokhoz, stb. Tőlük is kapunk majd innen. Szóval, ja, ennyi. Holnap felveszem a második részést. Elméletileg holnap után fog kikerülni, ami nektek azt jelenti, hogy 26-án. Sziasztok! Második nap. Most indulom majd papáikhoz. 11-re kell ott lenni, meg a többieknél.
Még át se öltöztem, most keltem fel nemrég. Tegnap itt ott maradványok, padolgat a kukoricabőgődítő. A ajándékok, minden rendet kell majd rakni, mert tegnap ugye inkább lent voltam, mert segítettem. Szóval majd ma rendet rakok. Úgyis videót kell vágni, de nem hagyhatom ott a vizét. Meg amúgy sem szeretem, hogyha rendetlenség van. Már átöltöztem. A papucs az ugye megmaradt, itthoni papucs, minden. Nem sokára indulunk. 11-re kell ott lenni, most van 10 óra 43 perc, szóval szerintem késni fogunk, mint minden évben. Szóval az ilyen hagyomány lesz minden. Még most raktam rendet, más nem tudok mondani amúgy. Majd amúgy ilyen kis bevágásokat fogtok látni, szerintem van, és kicsit be fogok jelentkezni. Ajtó az szép, és rajta tapéta. Na már a kocsiban ülök, még a többiek nincsenek itt, most pakolnak ki, de lassan indulunk. Szóval majd jelentkezek onnan is. Anya! Szia! De miért nem bírtunk amúgy odaállni? Na, oda áll, papi. Ja? Most mi meggyalogolhatunk. Vagy itt szoktam állni még-e. Fejezd már be. Hagyd abba, gizda. Abu Dhabiba. Csak oda úgy. Hát, sziasztok. Hazaértünk. Egyébként a kamera és a telefon állványt, ezt a kézit, azt a kocsiba hagytam élő. Szóval most ezt a kezemmel fogom a telefon, szóval igen. Majd lesz, kaptam még dolgokat, azt még bemutatom majd most. És elméletileg, ha rosszul mondtam az időpontot, mert 28-án fog kikerülni a videó. És nagyon jó cuccokat kaptam, ennek nagyon örülök. Meg még egynek, mert az, ja. Szóval, ja, majd jelentkezek mindjárt, szóval. Sziasztok! Na hát, itt is lennénk akkor. Bemutatom a második részét az ilyen ajándékoknak. Kicsit a kamerát lejjebb állítom, bocsánatot kérek. Mivel az egyiket itt alattabb láthatjátok, ez olyan jó, ezt takarom. Nem fogom most szétbontni, mert előbb hajtottam össze. Nagyon jó. Ezt azért szeretem, mert ez olyan, mint a párna. Párnát láthattátok már pár videóban, hogy ez ilyen nagy. Ez tényleg nagy párna, ezen szoktam aludni. És ilyen jó, nagyon jó, nagyon puha meg minden. És ehhez tartozik egy takaró, amit most kaptam meg is. Nagyon jó, és ezt azért szeretem, mert ez nem csúnya még akkor se, hogyha nem pakolom el. Vagyis, hogyha nem ágyazok be. Ja. Szóval akkor is jó mutat és kurva jó. Kaptam még parfümöt. Ilyen Adidas parfümöt. Ilyet. Terméktelen kielégítést tartalmaz mindegy. Ilyet. Meg még kaptam ugye ehhez kis zsebrevalót vagy pénzt. És annak amúgy az jövök, még ez is amúgy nagyon jó illata van. Mert pénz sose baj, hogyha van, mert most gyűjtök pár dologra, például most kell SD kártya, mert kaptam sok olyan dolgot, meg SIM kártyát, meg minden, ehhez is kell majd még, ugye az okos órámhoz. Csak most éppen nem kapcsolom be, mert fel kell tölteni. Ja, arra is meg venni szeretnék egy nagyobb kameraállványt, és fénycsúcspont. HD kamera. Beszarsz! Öcsém! Még nem ezzel veszem fel, de a következő videóm az garantálom, hogy ezzel lesz fel végre. Mert van pár olyan videó, amihez már kellene nagyon a telefon. Valamiért előbb leállt a felvétel, szóval az van. Itt a kamera! Én néz ki. Még pár helyettesíteném magam, vagy mi, nem tudom, mindegy, helyesbíteném magam, hogy
pár videót még lehet, hogy nem ezzel fogok felvenni, mert marad a telefon, de valószínűleg fogok még látni. Ez azért jó, mert meg lehet ezt fordítani. Szóval, hogy most ott vagyok, én mutatom a kamerát, és vissza lehet hajlítani. És ez azért jó, mert hogyha vlogolok, látom magam, és akkor ez nagyon fasz. Ugye ez a csatorna itt a vlogra épülne fel, meg az ilyen beszélgetős videókra. Szóval, ja, ez ilyen, ezt de imádom, hogy meg lett. Ja, az egész videót, azt egy ilyennel vettem fel. És... kicsavarjuk. Hogy majd ilyenre is szeretnénk gyűjteni, hogy valami azért ne stabilizálása. És ez azért jó, mert elméletileg ez a részé. Meg lehet valahogy forgatni. Ilyen. És akkor ja. És akkor lehet is már onnan vlogolni. De ez inkább arra lesz feltokva, szóval ezen nem nagyon fogom szerintem használni. Ez inkább megmarad a telefon. És bajban leszek, hogyha erre ráragad. De remélhetően nem ragadt rá. Csak a olyan elfáradt. Igen, jó, nem ragadt rá, hál' Istennek. Ja, szóval mindjárt bekapcsoljuk és megmutatom, hogy is van. Ja. Annyi a hátránya. Hogy... Aj, de szarul látjátok ti, hogyha ezt nézitek. Mindegy, ilyen. Ezt így... el lehet fordítani még így is. Ja. Szóval ez... lehet megnyitani. Ez azért eléggé menci. Na. Ez nagyon menő. Állom. Szóval, ja. Hát a LED csík holnap lesz felrakva. Szóval holnap készül egy story time-on mindenképp. Plusz ugye még meg kell vágni ezt a videót. Szóval, ja. Most lesznek videók eléggé durvá. Meg, hogy ugye a szünetben még lesz pár videó, mert ugye most téli szünetem vagyok. Ha ilyen idő marad, hogy nem lesz hó, akkor valószínűleg meg lesz csinálva biciklis videó, de az kevés az esély, nem tudom. Viszont ilyen természetfilmet szeretnék, ilyen rövidet. Nem már hosszú, de szeretnék ilyen kis filmecskét. Szóval, ja, ez volt a karácsonyi vlogom. Hát az első az még szerintem nem lett valami jó, de próbálkoztam, remélem tetszett. Sziasztok, és mindjárt áll a felvétel. Szóval azt megvállom, és akkor nagyon menő.